Lázmérés és beöltözés után indulhatott a miniszterelnöki vizita a fővárosi Szent Imre kórházban. Orbán Viktor bejelentés nélkül toppant be, a koronavírusos betegeknek fenntartott kórtermeket is megnézték. A második kórtermünkben 3 igazoltan pozitív beteg fekszik, mind a 3 lélegeztető gépen van. Az operatív törzs tegnapi összesítése alapján 59 beteg szorul gépi lélegeztetésre a koronavírus miatt. A miniszterelnök az állami rádióban azt mondta, a járvány legsúlyosabb időszakában több ezren lehetnek majd. Akkor azért olyan 7500-8000 olyan intenzív kórházi ágy és lélegeztető készülék is kellhet, ahol az időseket, mert leginkább róluk van szó, el tudjuk látni és életet tudunk menteni. Egy hónapja ennek csak a töredéke állt rendelkezésre. Lélegeztetőgépből 2000 darab van az országban. 10 nappal később már jóval több volt a miniszterelnök szerint. 2560 darab áll rendelkezésünkre. A szállítmányok folyamatosan érkeznek. Orbán Viktor szerint átképzéseket indítottak, hogy legyen elég szakember a gépek kezeléséhez. A rezidenseket, tehát a már végzett orvostanhallgatókat, azokat folyamatosan képezzük arra, hogy oda tudjanak állni az ilyen betegágyak mellé. Az RTL Iradónak nyilatkozó intenzív terápiás szakorvos azt mondta, egy lélegeztetőgépre tett beteg kezeléséhez csaknem 30 szakember összehangolt munkájára van szükség. Szerinte a rezidensekre nagyon oda kell majd figyelni. Egy nagyon komoly kihívás elé fognak kerülni az intenzív osztályos betegágy mellett. Az alapokat általános orvosi tudással nagyon könnyen el tudják sajátítani, de ahhoz, hogy szofisztikált helyzetben nagyon komoly döntéseket hozzanak, ahhoz éves, de leginkább évtizedes tapasztalatok szükségesek. A DK szerint, ha a kormány többet költött volna az egészségügyi dolgozók bérére, akkor kevésbé lenne aggasztó a szakember hiány. A lélegeztetőgép ebben az esetben csak a második legnagyobb érték egy kórházban, ugyanis az első az ember, vagyis azoknak az orvosoknak és ápolóknak az ezrei, akik az Orbán kormány elhibázott egészségügyi politikája miatt külföldre menekültek. Kerestük a kormányt, hogy hány lélegeztetőgépet vettek, és mikorra érhető el a kormányfő által említett 8000-es kapacitás. De egyelőre nem kaptunk választ.